tilos bárhová máshová menni, mint ahova kimondottan szabad. Az idei évben kiemelten fontos felhívni a figyelmet a biztonságra, miután tavasszal a nézők közé csapódott egy ralliautó, melynek következtében tragédia történt. Ezen a hétvégén a Székesfehérvár rallival folytatódik a Humda országos ralli bajnokság, a szervezők legfontosabb célja pedig az, hogy senki se sérüljön meg. Az elmúlt néhány hétben alapjaiban változott meg a hazai autóversenyek szervezésének jogi háttere. Több kormányrendelet jelent meg, amelyek szabályozzák az autóversenyek lebonyolítását. Ezt Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke mondta csütörtökön tartott sajtótájékoztatón, aki kiemelte, a rally verseny versenyigazgatójának mostantól már nem csak lehetősége, hanem kötelezettsége is félbeszakítani a futamot akkor, ha a nézők tiltott helyen állnak. Erre szeretnék felhívni a rally szurkolók figyelmét, hogy közös érdekünk, hogy a rally versenyeket biztonságban bonyolítsuk le, hiszen ez most már tényleg a szakágnak a jövőjéről is szól, és kérem szépen a rally rajongókat, akik nagyon-nagyon sokan vannak Magyarországon, pontosan tudjuk, és ezt mindenképpen jó kimondani, hogy saját biztonságuk és a rally szakág jövője érdekében is tartsák be a biztonsági utasításokat. Ezzel a gépcsodával indul majd a Turán Frigyes Zsíros Gábor páros, akik jelenleg a bajnokság második helyén állnak. Céljuk pedig természetesen a győzelem. De nem csak az ellenfelekkel, a hőséggel is meg kell küzdeniük, amire igyekeznek edzeni. Mint elhangzott, izgatottan várják a hétvégi kihívást. A holnapi nap kezdődik a pályabejárás, tehát mind a mellett, hogy ismerjük azért ezeket a gyorsági szakaszokat, az utolsó pontosításokat, azokat holnap tudjuk elvégezni az itinerekkel. Ugye az itinerek azok, amikből a Gábor mondja az információt nekem a gyorságik folyamán. Úgyhogy ezeket lepontosítjuk, és próbálunk az apró változásokra odafigyelni, és utána koncentrálva felkészülni a szombati rajtra. Szombaton egy gyorsasági szakasz lesz a Vértesben, Oroszlány és Kőhányás között 17 kilométeres távon, amely mellett több nézői pontot alakítottak ki. A második napon három gyorsasági szakasz lesz, amelyek közül kettőt három, egyet két alkalommal teljesít a mezőny. A Székesfehérvár rally különlegessége, hogy szombaton este hagyományosan a Palotai úton ezúttal is várják a sportszerelmeseit a szuper speciál szakaszra. Egy ilyen kimondottan showtime-szerű program, nem számít bele a versenyben, nincs időmérés. És ott az a versenyzőknek a feladata, és szerencsére partnerek ebben, hogy szórakoztassák a kilátogató nézőket, akik eddig mindig nagy számban 6-8 ezer ember is körbeállja a területet biztonságosan, úgyhogy itt gyerekekkel is azt gondolom, hogy jól lehet szórakozni. Ez mindenképpen egy sajátossága a versenynek, és egy különlegesség. De a sóstói stadionhoz is várnak mindenkit a szervezők, itt lesz a szervizpark és a céldobogó is.